Sziasztok, itt Templayer, és vágjunk bele a fogalmak sorozatunk első részébe. Ez egy olyan sorozat lesz, ahol Good Game Empire-ös szakkifejezéseket, fogalmakat fogunk kivesézni. Tehát nem is feltétlenül kivesézni, csak úgy megmondani, hogy körülbelül miről szól. Ebben az első részben például ilyen alapfogalmakat fogunk megnézni. Az a kérésem az egész sorozatra nézve, hogyha valamit rosszul mondok, akkor helyesbítsetek, és csodáljátok meg ezt a gyönyörű stílképet, ami a kizumolt Good Game Empire-ről készült, illetve elnézést szeretnék kérni előre is azokért a képekért, amiket utólag vágtam be más videóimból, meg akárhonnan, és esetleg nem annyira jó a minőségük, mint a többi képnek. Mindenesetre remélem tetszeni fog nektek ez a sorozat, és akkor vágjunk is bele az első részbe. Mint említettem, alapfogalmakkal kezdünk, például mi az, hogy zöld, mi az, hogy sivi, mi az, hogy jeges, és mi az, hogy tüzes. Ezek a királyságok, és ezeknek mindnek van egy adott NPC-je, ami a képen látható. Bal fönt a rablóbáró, jobb fönt a barbártorony, bal lent a sivatagi torony, jobb lent pedig a sárkányimádó torony, ezek pedig az NPC-k. NPC-nek rövidítjük ki a Not Played Character-t, az nem játszott karaktert, és minden, ami nem NPC, az pedig Player. Player nem azonos a kastéllyal, ugyanis a egy darab player, egy darab játékos, az állhat több darab kastélyból, mint ahogy ezt a képen láthatjuk. Itt látható egy kast, vagy kari, azaz kastély, vagy karakter. Ez például az én kisebb karakterem. Ez egy karakter, szőröstül, bőröstül, fővárostül, erődöstül, erődítményestül, mit tudom én mi. Összes labor, falu, királysági kastélyok, minden hozzá tartozik a karihoz, vagy kasthoz. Akkor itt van a fő, ami a főkastélyt fedi le. A főkastély az a nagy birodalomban a főkastélyunk, amiből indulunk, ami mindenkinek van. Ehhez tartoznak ugye zöldön az erődök, az erődökből pedig ugye van többfajta köves, fás, kajás és nagykajás, illetve hát van nagyköves meg nagyfás, de azok annyira nem fontosak, az ugyanúgy fás meg köves, azok között nem olyan teszünk különbséget. Az a lényeg, hogy a fás meg köves erődök azok nem annyira jók, mert nem annyira termelnek kaját. A kajás erődökből pedig ugye van a kis kajás meg a nagy kajás. A kis kajás az 6 gazdaságot lát el 100%-os termelékenységgel, a nagy kajás pedig 8 gazdaságot. Úgyhogy ez a különbség a kettő között. Így nyilván a nagyobb játékosok a nagy kajás erődökre hajtanak, és javaslom mindenkinek legalább a kajás erődök beszerzését. A többi pedig hát nem teljesen haszontalan, de mondjuk magasabb szinten már érdemes átállni a csak kajás erődökre. Itt a képen látható a falu. A falu az pedig a királyságokban az erődöt helyettesítő létesítmény. Ennek is van egy megadott szám, ugye míg erődből 3 lehet kastélyonként, addig faluból jegesen 5 darab típusonként, más királyságokban pedig 10-10 típusonként. Ugye van köves, fás, illetve kajás falu, nyilván a kajás falukból érdemes először betankolni, és a falukra külön pontok vonatkoznak az etiketbe, úgyhogy vigyázzatok a falu elvételekkel. Leginkább üres falut támadjatok, hogyha lehet, és azt szerezzétek meg. Térjünk vissza akkor erre az előbb látott témára, hogy egy játékosnak nagyon-nagyon-nagyon sok kastélya van. Szám szerint egyébként ennek a tagnak 19. Tehát ez egy player, 19 kari, és ezt hívjuk úgy, hogy multi. Multizás, azaz egy személyben játszik multiplayert az ember, tehát gyárt rengeteg kastélyt, és azzal próbál meg életben maradni. Itt láthatjuk egyébként a hatalompontok számából elég kevés sikerrel. És akkor ezzel át is térhetünk a következő témánkra, amik az alappontok XP, HP, DP,
EP. Ezeket fogjuk kibeszélni. Ugye először is az XP, az ugyanaz, mint a TP, tapasztalatpont, és ezekből nyerjük ugye a szinteket. Magasabb szintekhez már nyilván több tapasztalatpont kell, és legendás szintek elérésénél, tehát 75. szint után resetelődik ez a téma, és onnantól megint lehet küldeni neki a tapasztalatpontokat. Következő a hatalompont. Ugye a hatalompont az függ a lehelyezett dísztárgyaktól, épületektől, katonák mennyiségétől, illetve a felszerelésektől nagyban. És az tulajdonképpen egy ilyen mértékegység a játékos erejének, ezt régen erőpontnak hívták, és tulajdonképpen össze lehet vele hasonlítani játékosokat, hogy ki mennyire erős mondjuk a szintjéhez képest. Lehetne átlag erőpontot számolni, vagy átlag hatalompontot számolni, szövetségekben is ugye annak van mondjuk a legjobb helyzete, aki mondjuk a hatalompont átlag körül helyezkedik el, nyilván aki az átlag fölött helyezkedik el hatalompontban, mit tudom én, az átlag az mondjuk 200 000 hatalompont, és oda bekerül egy 1 milliós játékos, akkor nyilván őt a többiek lefelé húzzák, tehát hátráltatják, viszont ha bekerül egy 20 000 hatalompontos játékos, őt meg fölfelé húzzák. Úgyhogy ilyen dolgokkal lehet mahinálni a hatalompontok körül. Következő a DP, az a dicspont, az a dicsőségpont, dicsőségpontot pedig idegenek, varjak és más játékosok támadásával lehet szerezni, amennyiben a más játékos szintje megfelelő. Ugye kisebb-nagyobb mennyiségben, 1-2 dicsponttól akár több százezerig lehet szerezni, és ezekből a dicsőségpontokból egy idő után, hogyha összegyűlnek, akkor dicsőség címek lesznek, és a dicsőség címek pedig új képességekkel látnak el minket, viszont figyelni kell arra, hogy adott időközönként naponta egy adott százalék elveszik ezekből a dicsőségpontokból. Ez kisebb címek esetén még 2% be utána, vagy 1-2% utána fölmegy, és a szövetségi dicsőségpont is ugyanígy veszít százalékot. Következő az EP, ezt nem nagyon rövidítik egyébként, ennek leginkább érdemnek rövidítik, az érdempont. Ez is tulajdonképpen egy ilyen mértékegység, amivel mérni lehet a játékosoknak a teljesítményét. A hatalompontok bevetele után eléggé kiment a divatból, viszont sokan elfelejtik, de van ennek egy nagyon hasznos hatása, egy pedig DP bónuszt ad. Tehát minél több érdemetek van, egy-egy csatáért annál több dicsőségpontot kaptok, úgyhogy ezért érdemes gyűjteni az érdempontokat. Hoppá, micsoda szójáték. És egyébként régen ez volt az, ami meghatározta, hogy melyik játékos hova került megbecsülésében. Szóval ez volt a mérvadó. Most már tulajdonképpen csak annyi, hogy ki az, aki rámegy az érdempontok gyűjtésére, és ki az, aki meg tudja tartani a megszerzett érdempontjait. Tehát ez az érdempont már csak erről szól, most már az igazi erőmérő az a hatalompont. Következő alapfogalmunk az a nyersi. A nyersi az lefed minden típusú erőforrást, illetve még a katonákat is szerintem, hiszen ez egy stratégiai játék, tehát a katonák azok nem élő emberek, hanem csak számok esetünkben. És ugye az alap nyersik azok a fa, kő, élelem, ezekkel ugye a játék első szintjein már találkozunk, és vannak királysági erőforrások, amik 70. szint fölött állomásoztathatóak, illetve hát a vas konkrét az 70. szinttől érhető el, de 25. szinttől a szén, 35. szinttől az olívaolaj, 45. szinttől pedig az üveg érhető el. A szén 20. szinttől nagyon szigorúan vesszük, de 25, 40, illetve 50. szinten érhetőek el minden játékosnak, még annak is, aki nem szeret sok rubint áldozni ezekbe a projektekbe. Szóval azoknak a játékosoknak ezeken a szinteken érhetőek el ezek az erőforrások, és akkor nyilván 70 fölött tudjuk kastélyok között átküldeni ezeket, és akkor mindenféle speciális épületet építeni 75. szint fölött. Következő alapfogalmaink azok az NPC-kre vonatkoznak, azokra az NPC-kre, akiket az eventek alatt dob fel
a játék, vagy az event, az esemény, ezek lehetnek párnaposak, egyhetesek, kéthetesek, hónaposak, stb. Stb. Ezekről majd egy későbbi részben lesz szó. Lényeg az, hogy van a vérvarjú, ezt varjúnak rövidítjük, van az UFO, az az idegen kastélynak a rövidítése, ők ugye a dicsőséginvezős célpontok, van a nomád, a nomád alatt van még ugye a kán, ami a kántábor rövidítése, van a szamu, vagy japcsi, az a szamuráj tábornak a rövidítése, és van az alakváltó. Alakváltók alatt pedig ezeket a ilyen kis gyümölcstortákat kell érteni, amiket az alakváltó event alatt lehelyez a játék a világ térképünkre. És szerintem ennyi volt a játék első szakaszának az alapfogalmai. Úgyhogy ha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára. Az i betűre kattintva pedig további videóimat nézhetitek meg, illetve vannak linkek még a leírásban is, és hogyha esetleg találtatok még olyat, amit ezekről a dolgokról nem mondtam el, akkor azt írjátok le nyugodtan a komment szekcióba, de még 7 darab fogalmas videó biztosan érkezik, úgyhogy azokban nagy valószínűséggel már benne lesz a többi fogalom is, amit csak ismerünk a játékról. Köszönöm szépen a figyelmet, még egyszer jó játékot kívánok mindenkinek, sziasztok!